Vendég, akit most köszönteni szeretnék, Szebedi Őrs, akinek az unokái azok, akikkel találkozhattunk, Kukta szerepben az imént. Szeretettel köszöntelek, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen, én is üdvözlöm a kedves tévénézőket. Őrs egyébként a Berceli Egyházközségnek a világjelnöke, illetve a kedves feleséged, Ónodi Kinga, Karitásznak a vezetője. És Bercelnek egy kicsit sajátosság az, hogy a Szent Miklós Karitász, megint csak kicsit visszagondolunk a Szent Miklós ünnepéhez kapcsolódó élményeinkre, segít azoknak, akik valamilyen módon rászorulnak, vagy éheznek, vagy bármi módon segítséget igényelnek, akár ruhában, akár külső dolgokban. Hogy érzed, hogy egyáltalán családban megélve, illetve rengeteg unoka körében, erről is, hogyha egy kicsikét beszélnél, hogy mivel ez egy nagy család, amiben jelen vagy, milyen segíteni, milyen szeretni, vagy egyáltalán a szeretet szolgálatát, a Karitásznak a szolgálatát megélni? 32 éve élünk Bercelen, és a családunk egyre növekedett, egyre több gyermekünk született. Nem nagyon volt időnk foglalkozni a falu életével. Most, hogy megidősödtünk, és már második generáció van utánunk, tehát az unokák is szaporodnak, vagy egyre többen vannak, most már egy picit több időnk van rálátni a falura, és megdöbbentünk azon, hogy mennyi rászoruló van egy ilyen 1800 lelkes faluban. És hát ezért gondoltuk, hogy egy picit már több időnk van ilyenekkel foglalkozni, és hát főleg a feleségemnek nagyon nagy szociális érzékenysége van. Ő vállalta, és hát nagyon lelkesen viszi ezt a Karitász munkálkodást, a segélyezést. De úgy gondolom, hogy minden szolgálat sajátos, nem csak a Karitász szolgálat, hanem például a gyermekek, és aztán később az unokák körében jelenlévő, úgy tetszik, családfői szolgálat, hogyha jól sejtem a tiéd. Hogyha visszaemlékezel, neked milyen elhatározás, vagy milyen gondolat jelent meg, amikor egyáltalán családot alapítottál, vagy illetve eleve ebben gondolkoztál, hogy rengeteg gyermek és unoka körében, vagy ez időközben alakult, átformálódott? Nagy családot szerettünk volna eleve, amikor feleségemmel összeházasodtunk. Mi 4 gyermeket terveztünk, és az Úr megduplázta ezt a vágyat, úgyhogy 8 gyermeket neveltünk föl, és hát most már 16 unokánk van. A 8 gyermekből már 6 házas, 2 még a házasságkötés előtt áll. Igen, a karácsony ünnepét azt nagyon sokan ugye a család ünnepeként szokták megközelíteni, és hogyha keresztény szempontból nézzük, akkor tényleg ott áll előttünk a Szent Család, amelyet aztán ünneplünk karácsony ünnepe utáni vasárnapon, és amikor családban ünneplünk, tehát a családban való jelenlétünk dominál, akkor nyilván egész más módon jelenik meg a szeretet, úgymond nem egy intézményesült formában, hanem meglehetősen közvetlenül. És éppen ezért az unokák, akik most is így a háttérben szorgoskodnak, illetve segítenek az ünnepi karácsonyi fogások elkészítésében, nyilván otthon is ilyen módon is jelen vannak, segítenek sajátos módon az ünnep előkészítésében. Hogyha visszaemlékezel akár a gyermekkorodra, ott milyen karácsonyi élmény vagy karácsonyi történet jut eszedbe? Mi az, ami leginkább fontos vagy meghatározó volt számodra, vagy kedves számodra? Ami gyermekkori karácsonyomban volt és átöröklődött a mi karácsonyainkba is, hogy amikor bemehettünk végre a karácsonyfa, a vacsora után a karácsonyfa köré, nem lehetett mindjárt nekiállni az ajándékokat bontogatni, hanem imádkoztunk mi atyánkot, énekeltük a mennyből az angyalt, és még jó néhány éneket. Alig vártuk már gyerekekként, hogy ne kelljen több éneket énekelni. És utána tudtunk szétnézni kicsit konkrétabban a fa alatt, hogy ki mit kapott, milyen ajándékot. Egyéb iránt ez az éneklés úgy tudom, hogy megmaradt későbbiekben is, hiszen a
mi találkozásunk után majd egy rövid bejátszóban találkozunk azzal, hogy együtt énekeltek az adventi gyertyagyújtáson, amiben, ha jól tudom, ugye benne van éppen a kedves feleséged is, illetve a gyermekek, és talán még az unokák is lehet, hogy bele nőnek ebbe. Előbb-utóbb, igen. Reméljük, hogy be sodródnak ők is ebbe a kis énekkarba. Igen, szeretünk énekelni. Saját örömünkre szerencsére ott alakult egy kis egyházi kórus, kamarakórus. Tehát picit visszatérve a karácsonyi ünnepkörre, ma, vagy ameddig a gyerekeink még nem voltak családosok, addig mi is ezt követtük, hogy a gyerekekkel én elmentem délután pásztorjátékot nézni, addig az angyalka, az angyalom feldíszítette a karácsonyfát, és amikor jelezte valami módon, hogy már jöhetünk haza, akkor bementünk szépen, de vacsorázni kellett először, mindenki izgult, mindenki fülelt, hogy mikor hallatszik a csengő, és egyszer csak megszólalt a csengő, és akkor lehetett bemenni abba a szobába, ahol a karácsonyfa állt, és akkor csodák csodájára már a csillagszórók égtek, a gyertyák égtek a fán, és alatta sok ajándék, amit kezdetben nagyon sok ajándékot magunk készítettünk. És talán ez volt a legizgalmasabb, amire hát aztán egyre kevésbé volt idő, úgyhogy most már főként vásárolt ajándékokkal ajándékozunk egymást, de akkoriban még nagyon sok mindent mi készítettünk. És Lackó, számodra milyen élmény vagy emlék jut eszedbe? Mi az, ami közel áll hozzád, ami így karácsony ünnepéhez, illetve ez az ünnepkörhöz kapcsolódik? Nekem is, mint ahogy Orsi papa is mondta, ez a várakozás, amikor a testvéreimmel várjuk, hogy a csengő megszólaljon, és akkor megszólal, kimehetünk nagy boldogan a gyerekszobából, a sötét szobában egyszer csak felkapcsolják a karácsonyfa fényeit, és mi is éneklünk karácsonyi énekeket. Aztán mindenki a saját kis ajándékkupacát elkezdheti kibontani. Aztán utána lemegyünk. Ezt is nagyon szeretem a karácsonyban, hogy utána még nincs vége a napnak, és nem kell lefeküdni, hanem lemegyünk a Őrsiékhez, vacsorázunk, várjuk ott is a csengőszót, aztán bemegyünk, olyankor általában együtt van az egész család, anyukámnak mind a hét testvére, egymás között sorsot húzunk, hogy kit ajándékozunk, és ott is mindenki átadhatja az ajándékát a szeretteinek. Tehát valójában átöröklődött tényleg ez a hagyomány, hogy együtt énekszóval várják a fényeknek a felgyúlását, hogyha jól értem. Igen, és amióta a gyerekeink már családosok, a Szentestét mindenki a saját kis családi körében üli meg. Akik ott Bercelen élnek, ők át szoktak jönni még esetleg aznap este is. Akik Pesten élnek, azok pedig másnap, tehát 25-én, jön össze igazán a nagy család, idézőjelben nagy család, és akkor örülünk egymásnak, és 26-án pedig a mi szüleinkhez megyünk látogatóba, így aztán gyakorlatilag a két ünnep között minden napra jut látogatni való, és szeretni való, és ajándékozni való. Feleségem már az advent előtt jóval elkezdi törni a fejét, hogy kinek mit, mert ő szeretne mindenkinek, ha csak valami apróságot is, de ő senkiről nem feledkezik meg. Én ebben egy kicsit háttérben vagyok, én nem nagyon megy nekem ez az ajándékozás. Hát a legnagyobb ajándék, úgy gondolom, hogy amiről beszéltél, az a szeretet, amit valójában igen. Szüntelenül ajándékoztok egymásnak, amikor családi körben vagytok. Illetve ezt gondolom, hogy mindannyiunk számára egyfajta küldetés, hogy újra megtanulni ezt a szeretetet, illetve karácsony ünnepén újra figyelni rá. Még egy érdekesség van, hogy a feleségem minden évben
vesz valamilyen társasjátékot, egy új társasjátékot, jól körülnéz, hogy mi az, ami érdekes, izgalmas, de nem tart túl sokáig, mert az olyan bonyolult, hogyha nagyon sokáig tart egy játék, meg akkor engem nem tudnak rávenni, hogy velük játszak. Így aztán minden karácsony estén vagy másnap társasjátékozás megy. De a társasjáték is össze is kapcsol természetesen mindenkit. Illetve nem az a lényeg, hogy minél bonyolultabb legyen, hanem hogy valóban játék legyen, önfeledten lehessen benne jelen lenni, illetve egymást gazdagítani, egymást szeretni. És hogy így a mai találkozásunk úgymond zárásaként, bár a kiskukták azok még itt lesznek körünkben, és tovább folytatják ezeknek a csodálatos karácsonyi ételeknek a készítését. Mi az, ami számodra a legkedvesebb, talán ének, vagy olyan élmény, amely karácsony ünnepéhez kapcsolódik, ami számodra leginkább fontos, ugye mondtad a mennyből az angyalt. Mi az, ami számodra úgymond a karácsonytól elválaszthatatlan, hogy az muszáj, hogy ott legyen, ami rendkívül fontos, kell, hogy benne legyen az ünneplésben? Végig szoktuk énekelni, vagy hát azokat a karácsonyi énekeket, amit a Szent Vagy Uramban, ha föllapozza az ember karácsony ünnepkör énekeit, azokat mind szeretjük, a pásztorok, a kis Jézus megszületett, tehát ezeket mind szeretjük és énekeljük, ha nem is egyszer egymás után az összeset, de az ünnepkörben sorra kerül mindegyik. Jó van, köszönjük szépen, hogy ilyen szépen bele pillanthatunk ebbe az életbe, illetve ahogyan akár az énekekben, az egymás iránti szeretetben, vagy éppen a karitás szolgálatában, a szegények iránt való odafordulásban jelen vagytok. És mi az, amit búcsúzóul talán egy karácsonyi üzenetként kívánnál a kedves nézőknek, vagy akár Lackó? Mi az, ami leginkább fontos, te így, mint nagycsaládos, mit üzennél? Hát, hogy nagy szeretettel forduljunk egymáshoz, örüljünk egymásnak, mosolyogjunk mindig, mert a mosoly az békét ad, belső békét, és az elégedettség pedig a boldogság forrása. Tehát, ha valaki elégedett tud lenni a saját sorsával, és szeretett társak veszik körül, akkor boldog életet él. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok közöttünk, és további áldott készületet kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus!